Nem csak a vonal működik, hanem Kovács Gergő, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke is, akit ugyan már 10 perccel ezelőttre vártunk. Szervusz, Gergő! Sziasztok! De azért elkezdjük a beszélgetést. Mégpedig tőled is azt kell kérdeznem, hogy na, és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt mihez kezd Magyar Péterrel, az ő feltűnésével, az ő állandó megjelenésével, üzeneteivel és az iránta megnyilvánuló hatalmas szimpátiával és érdeklődéssel. Nem tőletek viszel embereket? Hát egy jó kérdés. Nyilván alapvetően én örülök mindennek, ami a rendszert bontja, és azért jelenleg Magyar Péter mindenképpen megszámít. Tehát szerintem az ő feltűnése mindenképp pozitív, akkor is, hogyha mondjuk 3-4 ember esetleg átmegy tőlünk, és rá akarna szavazni. Bár igazából a humorát még nem csidogtatta meg, szóval nem tudom, mekkora veszélyt jelent. Sőt, talán mondta is, hogy az ingyen sört, az örök életet, ugye ő nem fogja megígérni, tehát... Nem fog belépni a kutyapártba, ez valószínűleg látszik, bár még az nem, ilyen nem volt ilyen tapogatózás? Hát ugye mondta, hogy a 12. kerületben ott majd rám akar szavazni, ami mindenképp kedves és pozitív. Én tényleg drukkolok, ugye az lesz a nagy kérdés, hogy ugye itt most azért leginkább egy emberről van szó. És ugye én, aki azért csinálok egy pártot viszonylag régóta, azért azt látom, hogy egy pártban az a legnagyobb nehézség, hogy egy párt az rengeteg ember. Ugye a helyi szervezetek, nagyon sok mindenki, és nyilván azon múlik szerintem a Péternek a jövője, hogy milyen embereket tud maga köré csinálni, és milyen szervezetet tud felépíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy új dolog, mi azért 13 óta egy alulról építkezünk, van egy közösségünk, ami a munka van, tehát nem gondolom, hogy feltétlenül messiás jelenség ugye elviszi az embereket tőlünk, de szerintem nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy előkerült valaki, aki úgy tűnik maga mögé lehet, hogy csomó mindenkit, és káros a mostani rendszernek, ami szerintem mindenkit tök jó dolog. Igen. Annak örülök, hogy azt mondod, hogy a rendszer lebontása a lényeg, és Magyar Péter is úgy látszik, hogy ezen dolgozik, tehát ennyiből mindenképp üdvözlendő. Ugyanakkor, hát fogalmam sincs tényleg, hogy mennyi kutyapárti szavazót vinne magával, vagy tudna magával vinni Magyar Péter, de azért az mégiscsak a politikai üzenetének lényege, hogy hát a Fidesszel szakítottam, bár vannak még ott barátaim, a hagyományos ellenzékkel sem szeretnék közelebbi kapcsolatba kerülni, bár hát elsősorban Gyurcsányt emlegette, vagy majdnem kizárólag, de mintha ugyanazt az utat szeretné ő is járni, vagy elfoglalni, amit a Kétfarkú Kutyapárt választott, és amivel nőtt a népszerűsége egészen a legutóbbi időkig. Ezért mondom, hogy most már ketten vagytok ugyanazon az úton, hát vagy útszélesítésbe kell kezdeni, vagy egymástól vesztek el embereket. Én nem hiszem, hogy feltétlenül így van, tehát szerintem azért ez évben más közönség is, meg azt szerintem azért tényleg egy különbség, hogy mondjam, azért tényleg egy ilyen egyszemélyes jelenség, mivel tényleg egy ilyen viszonylag nagy számú alulról építkező közösség vagyunk, aztán nyilván meglátjuk mi ezt ebből az egészből. Szerintem tényleg az a nagy kérdés, nem is csak az, hogy amit előbb mondtam, hogy milyen embereket választ maga mellé, hanem hogy milyen irányt választ magának. Mondjuk, hogy jobboldali vagy baloldali lesz ez a párt, amit ő akar csinálni. Ilyet hát gondolom az EP-ig már valószínűleg nem tud pártot, legalábbis úgy, hogy át is iratni a nevére, ugye az a bíróságon nem fog átmenni. Nem, valakinek a pártjába tud belépni, és azt kvázi a saját képére alakítani, ezt tudja. Hát ezt tudja, csak ugye olyan értelemben nem tudja a saját képére alakítani, hogy 2 hét alatt nem megy át a bíróságon az, hogy ki az új elnök, vagy ki mi a pártnak a neve. Tehát ő át tud venni egy olyan pártot, én azt gondolom, aminek más a neve és más az elnöke. Ami egy kicsit nehéz helyzet. De mondom, én tényleg abszolút pozitívan állok hozzá, és én tök örültem, hogy végre ennyi ember kiment tüntetni, és valami megmozdult. És hát az is tök jó, hogy talán a Fideszből elkezdenek kifelé mászkálni az emberek. Nyilván nem jó, hogyha mindegyik pártot alapít, mert ugye 1000 párt egy picit sok lenne, de maga a vonal az nagyon jó. És igazából én azt hiányolom még, hogy tök jön, hogyha követnék esetleg többen a Fideszből. Uh-huh. Mert lenne most még 3 ilyen ember, akinek kb. Hasonló rálátása van és tudása, és ugyanúgy kiállna, és ugyanúgy mondjuk ezt azt elmondana,
akkor azért azt szerintem elég kemény lenne. Akkor kezdene szétesni az egész rendszer valóban, mert több oldalról vinnék el a téglákat, meg vernék ki a betonoszlopokat. De mondtál az előbb a válaszodban egy olyan mondatot, ami szöget ütött a fejembe, hogy hát meg kéne mondani a Magyar Péternek, hogy most akkor baloldali vagy jobboldali, ragaszkodik a jobboldaliságához, mert a kétfarkú kutyapárt meg tudja mondani, hogy baloldali vagy jobboldali, vagy meg akarja mondani? Hát én azt gondolom, hogy azokban a helyzetekben, amikor ezt meg kell mondanunk, mert mondjuk elindulunk valahogy egy önkormányzati választáson, akkor azt így megmondjuk, mert van ott adott helyzetben program, vagy az Európai Parlamenti választással kapcsolatosan, ott igen, a országgyűlési választási programot pedig 2 év múlvára tudunk ígérni a országgyűlési választásokra. Na és az Európai Parlamenti választáson milyen pártnak definiálja magát a kétfarkú kutyapárt? Hát ott alapvetően ugye most kezdtük el egy pár hete az ilyen közösségi programírást, ami alapján kitaláljuk, hogy pontosan mit fogunk csinálni, de igazából nekünk ott az lenne a lényeg, hogy arra helyezzük a hangsúlyt, amire eddig is, tehát a cselekvésre, tehát hogy megpróbáljunk valóban elérni valamit abban a közegben, ahol nem túl könnyű. Ugye azt nyilván mindenki tudja, hogy 1, 2, 3, 10 RP képviselő alapvetően, ami a lényege lenne, ugye, tehát a törvényhozásra viszonylag kevés hatása van. Viszont amiket meg szeretnénk csinálni, tehát hogy egyrészt mondjuk a Magyarországról kialakított képet befolyásolni, vagy mondjuk esetleg elérni azt, hogy mondjuk a Magyarországon ne csak arról szóljon az Európai Unió, hogy most kapunk-e pénzt, vagy nem. Tehát ezekben viszont szerintem valóban tudunk tenni, és akkor ementén leszünk majd cselekedni. Én ezt remélem is, hogy meg fogjátok tudni csinálni, de mégis meg kell kérdeznem, hogy mindezt baloldali, ha már te hoztad föl, baloldali vagy jobboldali indítatásból teszitek. Hát valamilyen módon mégiscsak szint kell vallani, még ha ezek a jelzők veszítettek is a jelentésükből sokat. Igen, ezek a jelzők valóban nehéz. Én azt gondolom, hogy mi azért nehéz lenne más mondani, mint hogy alapvetően baloldali párt vagyunk, illetve hát nyilván attól függ, hogy melyik területéről van szó a világnak, de mondjuk, hogyha a szabadságjogokról vagy ilyesmikről van szó, akkor meg akár liberálisnak is lehet minket nevezni abszolút. Csak nehogy rástok süsse valaki, hogy egy baloldali liberális pártról van szó. Minden esetre egy magyar kétfarkú kutyapárt van, létezik, és talán Magyar Péter sem fogja elszívni előlük a levegőt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, szervusz, minden jót! Köszönöm szépen, köszönjük, sziasztok!